Sziasztok, én Huberik Szőke, és elérkezett a következő replikás videóm a Legendar MC-n, és akkor építsük meg gyorsan ezt a kupát, két oldalt lejön a kék, és alul is van kék, azt hiszem, ilyen L alakban, ha jól tudom, 3-2-1-es arányban, azt mondja itt alul 3, és felfele pedig úgy csökken, két oldalt narancssárga, utána pedig sárga színű itt L alakba, továbbá itt végig, és itt jön lefele. Igen, idáig sárga. Egyébként az alját megépítem, az elég könnyű. Az a barnás alja, itt jön a fehér, és körülbelül ennyiből áll az építmény, a többi pedig sárgával ki kell tömni. 35 másodperc alatt megépítettük, az első Serge megépítette 29 másodperc alatt. GG, jók vagytok, nem vagyok beszédhibás, de videó közben teljes mértékben úgy tűnhet. Mert a sok beszéd közben nagyon gyakran előfordulhat, hogy megbotlik a nyelvem, és hát igen, tehát nagyon nehéz a sok beszéd közben odafigyelni. Ezért is mondtátok, hogy ne beszéljek annyit, én meg úgy gondoltam, hogy igazatok lehet, nem kellene olyan sokat beszélni videókban, tehát nyugodtan, lazán, és ja, csak nyugi. Egyébként, ahogy nézem, itt pedig ilyen kékes a háttér, tehát sötét kék, világos kék, nem pedig azok, hát ugye maga a polip az alakzat, itt jön a piros, viszont elég érdekes, ez nem is piros, hanem rózsaszín, ha jól látom, és akkor ez így nem kapcsolódik össze ezzel, ez teljesen kijön eddig, aha, és itt ez így jön L alakba, jó, így keresztbe lejön, ugye itt a szeme, tehát a fekete világos, és itt pedig a másik szín. Viszont itt jön egy világos kék, itt pedig jön maga a polip másik oldala, a sötét, és itt pedig ismét a sötét oldala. Azt hittem már, hogy én ki fogok esni, de nem estem ki. Ismét az arány maradt, tehát Serge az első, én pedig a második, eddig mindig a második voltam, hogyha jól nézzük, ez a második építmény, igen. Azt kell tudni, hogy már TS3-at sem nagyon használok, mert azt is különleges alkalmakból szoktam, mert beszélni az a baj, hogy úgy sem tudok, pedig szeretnék, de nehéz, tehát GG egyébként mindenkinek nem könnyű beszélni, jön a sárga, és utána itt jön a narancssárga, egyébként ez egy ilyen zombis építmény, ha jól látom, lejön ide, itt is lejön, és akkor építsük meg először a zombit. Itt jön a zöld, itt a fekete, és itt a kék teste, itt jön fel a barna, fehér, fehér, fekete, kék, kék, ugyanúgy kék a testük, és akkor itt közöttük kitömjük ilyennel, a padlót meg majd, ami ilyen két blokkos cuccos, azt megcsináljuk. Igen, tehát itt ilyen sötét, itt is ilyen smi sötét, a többi pedig ilyen világos. Lehet megint tartjuk ismét az arányt, tehát az első ugyanúgy, ugyanaz a játékos, ugyanaz a második, tehát én vagyok a második, és ahogy látom, a többiek sem olyan rosszak, mert tovább jutottak a top 5-be. Elrontottam, Hubi, sok sikert, köszönöm szépen. Jön a fagyis kocsi, hallom a hangját. Sötét, sötét, világos, világos barna, itt meg fekete. Egyébként, hogyha nem beszélek olyan sokat, elmondom miért. Fáj a hasam, de nagyon, tehát nincsen rá szó, majd veszek be gyógyszert szerintem. Tiszta gáz, hogy fáj a hasam egyébként, és úgy videózok, de mindenem a videózás, és egyébként biztos lesznek olyan nézőim, akik azt mondják, hogy betegen ne videóz, de én megleestem. De engem ez vidít fel, tehát engem ez gyógyít meg. Számomra a videózás gyógyszer, és meggyógyulok tőle. Itt jön ez, és akkor világossal ki kell tölteni az összeset. Jó, hát akkor hátha tovább jutunk, és 45 másodperc alatt építettük meg. Serge. Most készült el. Most helyet cseréltünk. Életem az első, meg a második. PLS lobby írta Serge. Miért lobbizzunk? Játszunk. Egyébként, ó, ez az építmény, ez nem könnyű, de ismerem. Tehát már nagyon sokszor megépítettem. Na hát akkor vágjunk bele. Jó, itt jön ez, itt lejön, és itt jön az ollója, ha... Na várjál, hol is, hogy is van? Így van. És itt jön az ollója,
és akkor jöhetnek a viszonyítások, így jön a lába, itt is jön a lába, itt is jön a lába. Igen, ez így néz ki, csak itt jön még egy kék, és itt mennyi kék jön, tehát meddig jön le a kék? Három darab kék van, tehát itt jön a piros, és akkor itt jön sárga, itt jön egy sárga, keresztbe egy sárga, itt egy sárga, narancssárga, jön a szája, tehát a sárga felett egyel, itt jön fekete-fekete, piros-piros, itt jön a sárga ellalakba, körülbelül így, itt jön narancssárga, itt is narancssárga, itt felül jön sötétzöld, világos-zöld, világos-zöld, és ahogy látom, többit kékkel kell kiteríteni, és kiestünk a játékból. Minden esetre nagyon jó volt ilyen jó játékosokkal játszani. Nem vált be a jóslatunk, elődöntőbe bejutottunk, viszont nem jutottunk be magába a döntőbe, ahol egyes egyezhettem volna Serge-el vagy Starline-nal. Nagyon jók voltak ezek a játékosok, és a többiek is nagyon ügyesek voltak. Én Huberix voltam, ha tetszett a videó, azt jelezzétek egy lájkkal. Twitch közvetítés nem elérhető. Sziasztok!